Sikeres szezon zártak a nyíregyházi strandok. Sok pozitív visszajelzés érkezett a vendégektől a fürdők minőségével és a szolgáltatások színvonalával kapcsolatosan. Idén is több ezer vendég kereste fel ezeket a helyeket, a magyarok mellett pedig sokan érkeztek külföldről. Szeptemberben még jócskán kijut a napos órákból, sőt 30 fok közeli hőmérsékletből sem volt hiány a hónap eddigi részében. A gyakran változó időjárás által megnehezített strandszezonnak azonban az iskola kezdés sem vége szakadt, nem volt ez másképp a sóstógyógyfürdők egységeiben sem. A felújított tófürdő egészen vasárnapig fogadta a vendégeket, ezt egyébként a tavalyi 36 ezer látogatóhoz képest idén közel 50 ezeren keresték fel. A sóstói park fürdőben nyáron több mint 200 ezzel látogattak el. Ez a strand ugyan erre az évre bezárt a hat medence, az úszó és a mellette lévő továbbra is nyitva áll. Az 50 méteres medencét a szokásokhoz híven ősszel ismét befedik sátorral, és fűtött folyosóval kötik össze a hamarosan átadandó négy csillagos szállodával. A hotelfürdőhez lesz részlege a nyár folyamán felújításon esett át, a munkálatok befejező ütemben vannak, így októbertől ismét birtokba vehetik a vendégek. Vendégem a stúdióban Podlovics Lajos, a Sóstó Gyógyfürdők ZLT értékesítési vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát az elsődleges címünk az az, hogy véget ért a strand szezon. Tehát szeptember második felétől mi az, ami már nincs, és mi az, ami még van és lesz? Kezdjük csak üdvözlöm a kedves nézőket. Annyit pontosítanék a bejátszáson, hogy a hadszögű medence már ma bezárt, de az 50-es medence az még működik. Való igaz, nekünk ez egy ilyen kicsit ilyen keserédes időszak, mert lezárjuk a szezont, és hogyha úgy értékeljük, hogy, hogy ez jó volt, és kellő vendégszámmal, és kellő elégedett vendégszámmal tudtuk magunk mögött hagyni ezt a szezont, az nagy öröm. És hát ilyenkor egy picit csendesedik az élet, ez persze csak ilyen képletesen igaz, mert ilyenkor a többi fürdőben, ami ugye még működik tovább, a tófürdő és a parfürdő után életünkben, azért ott ilyenkor pedig ugye feldúsul a vendégforgalom, nyáron erre a két fürdőnkre koncentrálódik a nagyobb forgalom, és ilyenkor is nagyon sok teendőnk van, hála Istennek. Pozitívan értékelem egyébként az idei szezonunkat, mindazon túl, hogy a park és élményfürdőben a vendégszámunk az elmaradt a tervezettől és a, és a tavalyi vendégszámtól, de azt kell észrevennem, hogy a vendégek az értékelésükben, mert napi szinten kapunk Google-ön, ugye a közösségi médiában, egyéb helyeken értékelést, nagyon-nagyon értékelik azt a sok erőfeszítést, amit a kollégáinkkal teszünk azért, hogy egy nagyon rendezett és a nevéhez méltó parkosított kultúrával rendelkező fürdő álljon az ő rendelkezésükre, és azt napi szinten tényleg nagyon-nagyon sokaktól kapjuk vissza. Tényleg rengeteg erő és rengeteg energia van ebben. Azt gondolom, hogy egy idő után minden egyes fürdő úgy működik, hogy eléri valahol vendégszámon is a teljesítő képességének a csúcsát. Az, hogy esetlegesen még építünk két medencét, még építünk ilyen pancsolót, olyan pancsolót, ez nem mindig előrelépés egyébként egy fürdő életében. Fejleszteni kell, bővíteni sok esetben indokolt, de ami alapvetően fejlődést tud még generálni egy ilyen fürdő életében, mi is vagyunk. Mondom még egyszer, egy-két Túl, az a szolgáltatás színvonalának a növelése, vagy a párfürdőn belül elérhető szolgáltatások színvonalának a fejlesztése. Úgyhogy van itt a jövőben nekünk is mire tekinteni. Mindig van hova fejlődni, olyan nincsen, hogy már a csúcson legyen egy fürdő, akár fürdő tekintetében, vagy fürdő értelemben, akár szolgáltatási színvonal értelemben, mindig lehet tovább menni. Most érdekes kihívások elé nézünk, majd ugye, hogy megnyitja a kapuit az új szálloda fürdőn. A nyári kapacitásunk az elég, ami a medencéket tekintve kapacitásunk rendelkezésre áll, ellenben most már megjelenik ugye egy 123 szobában lévő vendégkör, ez, ez, ez 300 embert akár teltháznál jelenthet, vagy még többet is, és hát ugye a téli időszakban, meg a, meg a tavasz időszakban, amikor kiemelt ünnepi időket írunk, olyankor azért, jócskán le van terhelve az élményfürdő, és még megjelenik hozzá pluszban ez a vendégszám. Így nyilvánvalóan azokat, akik meg mondjuk elindulnak messzebbről, akár csak a városból, de nehogy is Kassáról, Lengyelországból fürdőzni, őket sem hagyhatjuk a kapun kívül. Úgyhogy a jövőre vonatkozóan még vannak olyan fejlesztési elképzeléseink, amik a téli kapacitásainkra vonatkoznak. Itt, ha egy picit most visszaugorhatok uh, arra a gondolatra, hogy picit elmaradt a látogatai létszám, azért azt látni kell, hogy azok a vendégek nem azért nem jöttek, mert nem akartak ők, azokon a napokon máshova sem mentek, mert nem tudtak, hiszen elég... Uh, megrázó napjaink is voltak azért, hogy így fogalmazzak idén nyáron. Igen, tökéletesen fogalmazta meg a dolgot. Nekünk meg különösen megrázó, akik ugye abból élünk, hogy, hogy a vendégek eljönnek hozzánk és hát fürdőznek. De önöknek jobba kell lenni az időjárás. Az Mi a Mi mindent elkövetünk, mindent elkövetünk ennek érdekében, hogy viccesen szoktuk mondani, az időjárást még nem tudjuk befolyásolni, ez, ez, még egy nehezítő tényező az életünkben. Való igaz, a június az csodálatos volt, strandi szempontból és időjárás szempontjából, ugye ez a kettő szorosan együtt jár. A mi életünkben ott 15 ezer vendéggel több volt, mint az előző évi bázisunkban. Tehát ez is mutatja, hogy az időjárásnak való kitettségünk az óriási. Ebben, a, ebben, az ágazatban. Aztán jött a július, ahol két hét volt, amivel nem tudtunk mit kezdeni, nem is tudtuk értelmezni. Az augusztus az már sokkal jobb volt, csak az augusztus megint egy fele más hónap. Szép idő volt, ellenben abban is volt egy hét, amikor pulóverben kellett járni a fürdőbe, hogyha kimozdultunk, mert 16-18 fok volt, esett az eső, az ugye megint e, nem működik. És hát az augusztus 20 után időszak pedig speciális, 30-33 fok van, de olyan már sokan az iskolára készülnek, a már klasszikus értelemben befejezték, e, nagyon sokan ott is még nagyon szép 3-4 ezer fős napjaink voltak, amire nem volt panaszunk egyébként, mert tényleg szép idő volt, de az már nem az a, nem az a 5-6 ezres vendégszám esetlegesen, ami, ami nálunk egy teltházat jelentene. Úgyhogy ez ilyen, mondom még egyszer, 233 ezer vendéget fogadtunk a park és élményfürdőben, ami egyébként egy szép szám, jó szám, hála Istennek komolyabb baleset, apróbb horzsolásokon, sérüléseken kívül nem történt. Mi ebben is mérjük a sikerét egy, egy szezonnak. Hát a tófürdő pedig ugye már arra is kitért a bejátszás, illetve ön is érezte, hát az pedig csúcsot döntött egy megújultó Amúgy az idei év szenzációjaként azt hiszem az Önök cége életében nevezhetjük azt a Igen, igen, nevezhetjük. Örömteli volt azt látni, hogy már az első napon uh, rengetegen jöttek és sorban álltak már a nyitás előtt, június 15-én nyitottunk meg, és rengetegen jöttek el hozzánk fürdőzni. Az valóban egy nagyon, -nagyon kis ékszerdoboz egyébként ez a tófürdő, ugye hát a nyíregyháziaknak főleg, illetve a környéken lakóknak ez egy nagy kedvence, és uh, hála Istennek sikerült úgy hozzányúlni, hogy a természet közeliségét meg tudtuk őrizni, de mégis komfortosabb, kicsit kicsit kultúráltabb lett a, az egész tófürdő. És nagyon jó érzés volt egyébként az, hogy a vendégek oda jöttek hozzánk szezonban is és ugye nagyon sokszor voltunk ott napközben, és odajöttek hozzánk is, és nagyon kedvesen fordultak felénk, hogy nagyon szép, nagyon jó, meg vagyunk elégedve, de ide egy kapaszkodót nem lehetne, azt ott nem lehetne még visszatenni, arra gondoltunk, hogy ide. És ezek ilyen filléres javaslatok voltak, amik ugye a fürdőzők élete fontos, hogy az ott komfortos legyen. Mi pedig azt gondoltuk, hogy hát ezek persze. És akkor megvalósítottuk még az ő gondolataikat, ami lehet, hogy én nem tudok gondolkodni egy 70 éves ember fejével, hogy neki még ide szüksége lenne egy kapaszkodóra. Oda jött, elmondta kedvesen, kultúrátan, és ezek azt gondolom, hogy jók. Ugye ez, ez, ezt így csináltuk már a beruházás előtt is, amikor a lakossági fórumot tartottunk, amikor a tervek elkészültek, hogy összehívtuk a <kül> tófüdő törzsközönségét, megmutattuk nekik, és hogy véleményezzék, mert hiszen ez nekik készül, nem magunknak építkezünk. És nagyon örültek neki ennek a dolognak. Már a Júlia-fürdőben is így csináltuk annak idején, hogy a törzsgárdát és a vendégeket lehetőséget biztosítottunk nekik, hogy véleményezzék a dolgokat, és próbáljuk a vendégeink igényeire szabni tényleg a fürdőket. Köszönöm szépen a beszélgetést és az információkat. Én köszönöm.